Kedves nézőink, a következő bő egy órában Napjaink című közéleti magazinunkat látják. Megérett a mézédes ormánsági dinnye, és már kapható is a boltokban és az alkalmi árusító helyeken. A részletek a megyei dinnye promóción hangoztak el. Idén is nagyszabású dinnye promóciós kampányba kezdett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete. Ennek keretében zajlott szervezett kóstoltatás a pécsi Kossuth téren. A rendezvény célja a baranyai dinnye népszerűsítése volt. Köztudottan a multiknál forgalmazott külföldi dinnye sokszor több ezer kilométer zögykölődik kamionokon, éretlenül szedik le, hogy kibírja a hosszú utat, ezért alig van élvezeti értéke. Ezzel szemben az ormánsági mézédesnek nincsen párja. Erről győz meg minket a termelő és a megye vezetői. Horváth Béla ormánsági dinnye termelő büszkén mondhatja el, hogy szép lesz idén a termés, köszönhető ez az időjárásnak és némi-nemi csapadéknak. Igen, a korai időszakban azért kaptunk elég szépen csapadékot, nagyon jó idővel párosult. Most a betakarítási időszakra megkaptuk a nagy meleget, amit kicsit lehetne hűvösebb is, de mindenki így gondolja. Én, amit látszik a képeken, biztos van fényképezve, nagyon jó minőségbe tudjuk szállítani a dinnyéket. Azt ajánlom mindenkinek, kóstolja meg, mert nagyon finom is. Előrébb vagyunk 1-2-3 héttel, mint ahogy szokott érni a dinnye? Hogyne, jóval előrébb vagyunk. Már június 25-e óta kezdjük szedni általában. Július 10-én szoktunk kezdeni. Most ezzel a 2-3 héttel előbb vagyunk mindennel. Meglátjuk, meddig lesz még. Jó bornak is kell a cégér, jó dinnyének is? Hogyne, jó dinnyének is kell a cégér. Itt nem tudom, van-e fényképezve. Egyfajta dinnyékből csináltunk egy márkanevesített dinnyét, ami Magyarország első márkanevesített dinnyéje, és már áruházi pultokon van. Árban hogy lehet megküzdeni a külföldről beáramló gyümölcsel? Lehet-e tartani ezt a frontot? Hát árban nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert azt érezzük, hogy valaki ott az árakat szinte igény szerint tudja manipulálni, mert akkor a tömeget adnak el. A másik, amivel nem bírunk, az Afrikában megtermelt dinnyét, a spanyolok behozzák, mint Madein EU, az 300 ezer tonna évente, ez a magyar termelés háromszorosa. Ha ezt megszüntetné valaki, hogyha védjük az EU-s piacot, akkor a magyar dinnyének még jobb pozíciója lenne. Mit javasolhatunk a vásárlóknak, tartsanak ki a magyar mellett, mert egyrészt nagyon finom és édes, másrészt pedig legyünk lokálpatrióták egy kicsit. Én úgy gondolom, hogy a magyar vásárlónak köszönjük szépen a vásárlást, mielőtt megjelenik a magyar dinnye, ők a külföldihez már nem nyúlnak hozzá. Egész más ízanyaggal, egész más zamattal jön a magyar dinnye, és ezt a magyar vásárlók már tudják, és még egyszer elmondom, köszönjük nekik, hogy a mieinket válasszák. Baranya megyei Agrárkamara elnöke azok közé tartozik, aki imádja a dinnyét, mert hogy nem magyar, másrészt pedig finom, édes, amit ma is promotálnak. Igen, hát mivel hogy magyar és baranyai, ezért természetesen szerettem, de nem csak ezért szerettem, azért mert lédús, édes, nagyon jó minőségű és gyerekkorban megszerettették velem. A termelőink igen jó minőséget tudnak termelni. Ez abból is kifolyólag azért is van, mert télen azért ők továbbképzik magukat, a nemesítőházakkal tartják a kapcsolatot. Most is be fogunk mutatni egy újfajta dinnyét, amit a termelő kimondottan az Osamba termel és csomagol, és aki ezt a prémium minőségű dinnyét válaszza, biztos lehet abban, hogy mindig ugyanazt a minőség kerül az asztalára, nem fordulhat elő az, hogy fél érett, rossz, belső összeesett, tehát ez egy kimondottan prémium termék lesz. Hát akinek köze van a mezőgazdasághoz, az nagyon jól tudja, hogy a dinnye nem csak lesz, azért meg kell dolgozni, izzadni, és ezek a gazdák sokat tesznek annak érdekében, hogy ez a szép gyümölcs ide kerüljön a vásárlókhoz. Igen, ez már nagyon korán elkezdődik, a dinnye magoknak a kiültetése, melegágyak készítése, fenntartása, tehát ezzel van azért hosszadalmas munka, nem csak annyi van, hogy le kell szedni és el kell juttatni, az is egy nagyon nagy feladat azért a földről, de igen, ahogy mondta a szerkesztő úr is, a nagy meleggel is most meg kell küzdeni. Mindig fél időben szoktuk ezt a dinnye promóciót megtartani, idén is ott tartunk, de nem tudjuk, hogy sajnos mikor lesz a vége. Ha így marad továbbra ez a nagy meleg, akkor azt mondják a termelők, hogy nem lesz szeptember közepén, nem fog tudni kitartani, még az öntözés hatására se a dinnye, akkor körülbelül augusztus vége felé, akár 20-ával is mehet, ami nagy szívfájdalom, mert máskor azért egy hónap veszteség ez nekik.
Ezek az alkalmak jó bizonyítják, hogy az agrárkamara válvetve a gazdákkal, válvetve a politikusokkal mindent megtesz annak érdekében, hogy a végén jól járjon a magyar gazda, mert hogy nem ez a lényeg, ugye? Igen, így van a termelőinket. Azt látjuk, hogy itt Baranya dinnyében azt mondhatnám, nagy hatalom vagyunk, mert a megyének bőven elég, nem csak hogy elég, hanem még áruházláncokba is jut, és más megyékbe, és még külföldre is tudunk szállítani. Mi ennek nagyon örülünk, mert ha belegondolunk abba, hogy egy máshonnan elindított dinnye milyen úton ér ide, mennyi idő telik el, azért az ormánságban este leszedett dinnye, másnap reggel kint van a piacokon, az út mellett, az áruházakban, tehát a rövidellátási lánc itt azért megvalósul, 24-48 órán belül a fogyasztók asztalára tud kerülni. Mikor ajánlhatjuk a dinnyét? Reggelire, délre, vagy vacsorára? Mindig. Minden egyes alkalommal jó fogyasztása, hűtve, nem hűtve, ki hogy szereti. Én már azon vagyok, hogy a nem hűtött dinnyét jobban szeretem. Igaz, nem mondja annyira a szomjat, de sokkal nagyobb élvezetet biztosít, mint a hideg. Horváth Zoltán Fésspán úr, Somberek így tudja, hogy a mezőgazdaságban megtermelt terményért nagyon sokat kell tenni. A dinnyetermelők is sokat dolgoznak a siker érdekében. Igen, komoly kihívás ma a mezőgazdasággal foglalkozni. Sújtja őket az az adminisztrációs teher, amelyet be kell tartaniuk, azok a növényvédelmi korlátozásokat, amelyeket ezt a zöld európai gondolat, én ezt picit néha erősebb szavakkal is szoktam illetni, ránk kényszerít, és hát az az időjárás és az az extremitás, amivel küzdenek a termelők, azt ma már minden ember a saját bőrén érzi. Ma is itt árnyékban lassan 35 fok lesz, és az elmúlt hetekben sem esett a csapadék, úgyhogy ma gazdálkodónak lenni komoly kihívás, úgyhogy le a kalappal mindenki előtt, legyen az dinnyetermesztő vagy szántóföldi növénytermesztő. Ő szereti a jó magyar dinnyét? Abszolút igen, szeretem a sárga dinnyét is. Most megtudtam, hogy a mögöttünk lévő asztalon egy Donatella fajta van, és hogy körülbelül 5 vagy 6 sárga dinnyét termelnek a baranyai dinnyetermelők, akik egyébként, ha a pontos számot szeretném mondani, 41-en vannak, 117 hektáron termelnek összesen dinnyét, és ebből 5 hektáron sárga dinnyét. De én a görög dinnyét is szeretem, főleg, ha az ormánságból származik. Így a számok tudója tudja-e, hogy körülbelül mi az az átlagfogyasztás, amit a magyar ember dinnyéből elfogyaszt a szezonban? Hát szerintem sokkal többet kellene, hogy minél több termelőnk legyen. Fogalmam sincs, ha magamból indulok, kivel az én családomból, mi szeretjük a dinnyét, tehát ebben a szezonban nálunk minden nap van, és ha egy hétre vissza kéne gondolnom, akkor szerintem 2-3-szor is vásárlunk dinnyét, aminek az átlagsúlya, mit tudom, 8-10 kiló, tehát ebből a szempontból mi egy nagyon erős dinnyefogyasztó család vagyunk, de remélem, hogy egyre többen lesznek, és örömteli, mert hogyha már a számokról beszélünk, akkor az is eredmény, hogy nem csökken a termesztőfelület, mert hogy komoly pénzügyi beruházást is kell áldozni egy-egy ültetvény létrehozásához, és hogy mi lesz a végeredmény? Azt a termelők csak a szezon végén tudják meg. Nincs könnyű helyzetben a magyar zöldség-gyümölcságazat, meg kell küzdeniük a Mediterrániumból érkező olcsóbb termékekkel, gondolok itt a spanyol göröggel. Ezért nagyon fontos, hogy a multinacionális vállalatok, áruházláncok nyitottak legyenek a magyar termelők irányában, és tartsák a polcaikon a magyar terméket. Szerintem ebben van még lehetőség. Megyei közgyűlési elnök, és természetesen itt van a promóció, mint minden évben. Miért tartja fontosnak, hogy ezt a jó magyar dinnyét, a baranyai ormánsági dinnyét promotálják? Ahogy a mondást tartja, a jó bornak is kell a cégér, hát bizony a dinnyére is ráfér, hogy promotáljuk. Az idei évben is a hagyományt megtartva a legnagyobb város, a megyeszékhely Pécs belvárosában szerveztük meg ezt a promóciós rendezvényt, amellyel a célunk az, hogy a nagyvárosban élőket, elsősorban a pécsieket tudatos vásárlásra biztassuk, arra biztassuk, hogy amikor a családdal beszerzik ebbe a rekkenő hőségben a családi asztalra valót, a gyümölcsöt és a zöldséget, akkor ne csak a multikig jussunk el, hanem álljunk meg menet közben a gyümölcsárus pultoknál, vagy a vásárcsarnokot, vagy a termelői piacokat is ejtsük útba, és vásároljunk tudatosan, keressük a hazai ormánsági baranyai dinnyét, hiszen amikor baranyai dinnyét vásárolunk, akkor nem csak abban lehetünk biztosak, hogy egészséges, jó minőségű élelmiszer kerül az asztalra, de azzal a helyi termelőket is tudjuk támogatni, és ez az országnak egy olyan térségében, ahol bizony
minden egyes helyben maradó forintra szüksége van a helyi gazdaságnak. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos, ha úgy tetszik, lokálpatrióta célkitűzés is. Görögdinnyére vagy a sárgadinnyére esküszik? Is. A gyermekkoromban elsősorban a görögdinnye volt a kedvenc, aztán ahogy az ember egy picit idősödik, úgy szerette meg, vagy legalábbis én így voltam, mert úgy szerettem meg a sárgadinnyét is. Most tulajdonképpen a sárga és a görögdinnyét is kiemelten fogyasztjuk. A gyermekek elsősorban a görögdinnyét, feleségem a sárgadinnyét, én meg mindent, és leginkább elfogyasztjuk a maradékokat is, ami a gyermekek után megmarad. Jó szívvel ajánlhatjuk valamennyi baranyai polgárnak? Igen, és büszkék is lehetünk arra, hogy mindenféle nehézségek dacára a baranyai dirnyetermelők elsősorban, akik Dél-Baranyában, az Ormánságban, Csányoszró, Selje környékén termelnek dinnyét több mint 40 hektáron, ők kitartanak, minden évben ennek köszönhetően meg tud jelenni nem csak a hazai, de a baranyai dinnye is a pécsi és a baranyai városok termelői piacainak a polcain, elárusító pultjain. Bízunk benne, sikerült nézőinket meggyőzni arról, hogy az ormánsági mézédes dinnyének nincsen párja. Jó szívvel ajánljuk hűtve a nyári kánikulában. A biotermelésről híres hárs pincészethez és szőlőbirtokra látogattunk el az idei, korai szüretet megelőzően. Egy-egy fajta szépen beérett, így hát lassan tervezni lehet a szedés időpontját. Tehát itt vagyunk egy ilyen innovatív fajtánál, mégpedig egy ilyen sláger termék is ez a jázmin, utóbbi időben az illata miatt nagyon felkapott. Ugye látszik azért, hogy ez ilyen aprófürtő, kis szemű, de már itt van az érés ideje. Természetesen ugye nem nagy termést hozó, viszont egy piacos termék. Szület előtti mustrára látogattunk ki a ház szőlőbirtokra. A tapasztalatok alapján idén 3 héttel előrébb jár a természet, köszönhetően a klímaváltozásnak és annak közvetlen hatásainak. Hás Tibor szőlőgazda vezet végig minket a különböző fajtájú sorokon. Szebbnél szebb fürtöket láthatunk, amelyre csak a szem ellát. A szőlő az idén nagyon szépen indult időben, korán virágzott, jó kötött, és úgy nézett ki, hogy egészséges, szép termésünk lett. Sajnálatos módon a utóbbi néhány hét akár minket, úgy a szőlőt is megviselte. Stressz érte, ugye relatív vízhiány is van, hiába veszi fel a szőlő jó mélyről a még ott meglévő vizet, ha a felületén többet párologtat, mint a szövetek utána tudják szállítani, akkor ez a légköri aszály jelenség van, ami már látszik, hogy a idősebb levelek ugye elszáradnak, és természetesen a szőlő érési folyamatában is dacára ennek a nagy melegnek nem tesz jót neki. Hiszen az úgy szokott a szőlő cukortartalom, amit ugye figyelgetünk, növekedni, hogy nappal meleg van, éjszaka meg hűvös. Na de amikor éjszaka is meleg van, akkor a szőlő bezár mindent, és gyakorlatilag megáll a növekedésbe, a fejlődésbe. A cukortartalom nem igazán növekszik, a melegbe pedig a kívánatos savak kárt szenvednek. Elégnek, ahogy szokták mondani. Visszafordíthatatlan a folyamat, vagy lehet azért majd korrigálni időközben? Hát ugye gyakorlatilag néhány fajtával lehetne korrigálni, de azért a Magyarországon az évi csapadékmentés mennyiség elég a szőlőnek, csak nem jó eloszlásban van. Ugye jól indult az év, de az utóbbi időben sajnos ez hiányzik. Ugye felvetődhet itt, a öcsém is azon gondolkodik, hogy ma már szőlőt is öntözni kéne. Na de erre relatíva kevés a lehetőség. Jó pár évvel ezelőtt, amikor a szőlészeti kutató kijött ide Szajkra, a pincészetbe tartott előadást a rezisztens fajtákról, sokan még ámulva nézték, hogy mi az új irány. Hát az éghajlatváltozás beigazolta, hogy szükség lesz ellenálló fajtákra. Igen, hát gyakorlatilag ugye ez részben környezetvédelmi dolog is, hogyha tudva levő a szőlő az egy nagyon környezetszennyező növény, és ebben a
kihívásban ezek a innovatív fajták már rezisztens helyett ezt használjuk. Ugye ezek egy úttörő is eljutott a borásztársadalom is oda, hogy elfogadja, és sőt, mi több egyre többen szeretnék ezt a vonalat követni. Az imént bemutatott jázmin is ebbe a sorba tartozik. Gyakorlatilag ez jó bevált itt Szajkon? Hát ugye régen van, természetesen, mint említettem, a jázminnak a legfőbb erénye, ugye nyilván a nevéből is ugye következtetni lehet rá, a szenzációs rózsa illata van, ami azért sokakat itt elvarázsol. Amúgy azért a szőlő az nem az igazán borszőlő kategória tekintettel, hogy igen korán élik, ugye gyakorlatilag már volt, ahol szüreteltek is, mi augusztus elején kezdjük, és ugye régen cukorfokra szüreteltek, most már savra akarjuk, hát itt a savra már majdnem elkéstünk. Hamarabb itt lesz a szüret, és természetesen ezzel kapcsolatosan a szervezés, a koordinálás már elindult. Nagy előkészületeket igényel a szüret? Igen. Ugye mi gyakorlatilag a kézi szüret mellett vagyunk, részben a bió miatt, részben egyéb okok miatt is, és ma már ugyan a szüreti munkára mindig elég sokan jelentkeztek, hiszen viszonylag egy egyszerű, könnyű munka, ma már nem így van. Már lasszóval kell hozni a füretelőket, és ugye vannak régi kuncsaftjaink, akik szívesen jönnek ide, mi szívesen fogadjuk, de sajnos ez már nem elég, néha toborozni kell, ott pedig már van egy kis kívánnivalót, hogy maga után a csapat. Több helyen látjuk a gépi szüretnek a megjelenését. Mi egyiknek, másiknak az erénye, illetve hátránya? De a gépi szüret, hogyha az ültetvény olyan, tehát maga a támrendszer állapota, az meg kell mondanom, hogy jó beállított szüretelő gépnél gondosabb munkát csinál, mint a kézi. Ha nagyon megnézzük, még olcsóbb is. Ugye akkor praktikus ez, hogyha az ember fel van készülve ilyen géppel, mert még egyszer megteheti azt, amit most nehezen, hogy hűvös időben dolgozik a gép, akár éjjel, mert semmi problémát nem jelent, és a szőlő ugye úgy kerül be a pincébe, hogy nem 30 fokos, hanem csak 20. Tehát ez egy nagy előny, ezt kétségtelen a bérszüretelésnek az a gondja, hogy ilyen feldolgozó kapacitás, mint is, mi is, hogyha mondjuk 100 mázsát tudunk feldolgozni egy nap, ami egy szüretelőgépnek lazán egy óra, azért nehéz ezt ide mozgósítani. Szüretelőgép azt szereti, hogyha 10 hektárt le tud szüretelni. Kis családi szüretelés alkalmával mindig ünnepről beszélhettünk, összejött a család, a barátok, a rokonság, és hát jókat ettek, ittak, amikor már a munka dandárján túl voltak. Egy ilyen nagy gazdaságnál azért ez egy nagyon komoly munka. Ez nagyon komoly, és mi is. Ugye romantikázunk a családi szüreten, mert ott felkészülés volt. A felkészülés abból állt, hogy az édesanyám a kakast vagy a kacsát azt már felkészítette erre az időre, hogy a családnak ez tényleg egy ünnep legyen, ma már nem így van. Tehát ugye ugye akkoriban hétvégi volt a szüret, akkor értek rá az emberek, most mi, mint cég, már hétvégén nem szüretelünk, hiszen mindenki menjen a sajátjába, és természetesen hát a családi ünnep ettől messze van. Ez már munkahely és munka. De nézzük magát a terméket, a portékát, az elkészült jóbort. Mennyire piacképes manapság, megéri-e manapság szőlővel, borral foglalkozni? Hát gyakorlatilag azért, ha a médiában megjelent információt figyelembe veszed, akkor gyakorlatilag ráfizetéses. Tehát nem igazán jövedelmező a szőlő. Ugye a szőlő, aki szőlőt termel és eladja, annak van egy olyan minimális mennyiség hektáronként, ahol azért profit is lehessen belőle. Ehhez kicsit másképp kell művelni a szőlőt, kétségtelen, de mi nem növekedett az utóbbi években? A szőlő ára. Minden más igen. Ez nem vezet jóra.
Nézzük a trendváltást, Villányi borászok mondják, és hát szakírásokban lehet olvasni, hogy a nagy borivó társadalom elindult a fehér borok irányába, a nagy testes vörösek kárára. Ez a folyamat, ez érzékelhető itt Dél-Baranyában is? Természetesen. Gyakorlatilag hál' Istennek, mert ugye valamikor mi fehérboros vidék voltunk, ma már ez nem igaz, de kétségtelen, hogy a könnyedebb fehérboroknak, illatosoknak van piaci értéke. Tehát ez jól követhető, sajnálatos módon mi ugye kinézünk 10 kilométerre vagyunk Villánytól, de ugyanaz a napsüt ránk, és nagyon szép vörös szőlőink is vannak, amiből kellő gondossággal szép vörös borok is vannak, de probléma az, hogy én nem szeretem a vörös bort. Tehát még én se tudok a pince mennyiségén csökkenteni. A felhalmozódott mennyiségen. Tehát magyarul beszorultak a vörös borok. És pláne be a nagy melegben azt hiszem, hogy egy jó behűtött fehérbor kis fröccsbe mindenképpen jobban elkél, mint a nagy testes borok. Igen, és gyakorlatilag a másik meg, hogy eltolódott abba az irányba is, hogy igazából még az alkoholisták is a könnyebb alkoholtartalmú borokat szeretik, nem beszélve a fröccsről. Tehát ami azért egy kicsit gondot okoz, hogy ugye azért a jól iható fehérboroknak élénk savérzetet kell, hogy biztosítsanak, ez pedig már ugye a klíma nem ebben az idő helyzetben segít. Tudjuk, hogy hársaik biogazdálkodással foglalkoznak. Mondhatni, az irány tartható, van rá lehetőség, hogy a jövőben így a klímaváltozással együtt is ez a fajta művelet ez megmaradjon? Hát gyakorlatilag azt gondolom, aki ezt elkezdte, az már nem akar változtatni. Én már nem akarok változtatni. Gyakorlatilag azért 20-valahány éve csináljuk, és azt mondom, hogy működik. Természetesen vannak itt is kicsit kilengések, de alapjával véve azt figyelembe véve, hogy azért nem használunk rovarölőszert, ami azért érdekes, mert a világnak a szőlőtermesztésében az összes rovarölőszerek 50%-át a szőlőbe használják fel. Nem kell. Mondjuk nem műtrágyázunk, azért az a természmennyiségben meglátszik. Nem bolygatjuk a talajt, amit nagyon sok információt kering most már, hogy tettük tönkre a talainkat, a talaj életnek fel kell élednie, aminek van egy pár szempontja, amit mi tartunk. Természetesen ez nem egy rövid folyamat, erre sok, amit elrontottunk 50 év alatt, azt nem lehet 5 év alatt helyrehozni. Nem kemikáliázunk. Tehát azt gondolom, hogy ezek olyan szempontok, ami azért a környezettudatos fogyasztót ebbe az irányba is elmozdítja. Tehát ebben mi élünk. Igazából azért azt a részét még nem tanultuk meg, hogy hogy kell ebből marketingből profitálni, mert nálunk azért nincs különbség a borárában, hogy ez most bio vagy nem bio. Köztudottan testvéred Hás József hamarosan leteszi a lantot, gyakorlatilag hivatalát otthagyva, erősítést jelenthet a szőlészetbe, a borászatba. Várod már ezt az időszakot? Nagyon várom. Nyugdíjba szeretnék vonulni. Helycsere lesz? Hát remélem, hogy így lesz. Igen, de hát ameddig élek, attól nem lehet így könnyen szabadulni, de úgy gondolom, hogy sokkal több fontos dologba kell neki a döntést meghozni. De erre viszont van neki 30 éves tapasztalat. Szép lesz az idei szüret? Úgy gondolom, hogy mint említettem, jól indult, most egy kicsit megviselte a szőlőt, de ennek ellenére még szép lesz a szüret. Tehát egészségesek a szőlők. Még pár hét eldöntheti, tekintettel a beharangozott zivatarokra. Minket elkerült még a jég, remélem el is fog. A szőlőgazdák, így Hársék is, mindent megtettek a szőlők megóvása érdekében. Ugyanakkor ez a természetnek is volt néhány szava. Mint hallhattuk, a hősok és egyéb hatások befolyásolhatják a termény minőségét és mennyiségét. Eredményes szüretet kívánunk valamennyi gazdának. Strandkörképünk első helyszíne a Mohácsi strand lesz.
Sokan Busófőd paradicsomának is nevezik az úszásra és strandolásra is alkalmas létesítményt. A nyári kánikulában igazi Mencsvár egy többmedencés strandfürdő. A Mohácsi Úszoda Komplexum egész évben várja a regenerálódást kereső vendégeket, illetve a sportolni, kikapcsolódni vágyó családokat. A fürdőszolgáltatásának köszönhetően egyszerre nyújt lehetőséget a csendes pihenésre és az önfelett lubickolásra. Ugyanakkor azoknak sem okoz csalódást, akik a gyógyvíz áldásos hatását szeretnék élvezni. A létesítmény fenntartó MVR Kft. Maximálisan ellátja feladatát. M. Bugarszky Norbert ügyvezető igazgató tájékoztat minket a szezonális változásokról. Abszolút ideális az időjárás, azt nagyon szeretjük, hogyha ennyire meleg van. Ugye bizonyos szempontból az embereknek sokszor kellemetlen, de igazából tényleg örömtelen, hogy van alternatíva olyan helyre elmenni, ahol az ember fel tud frissülni kultúrát körülmények között. Mennyire keresett hely itt az Úszoda és a strand Mohácson? Mondhatni a mohácsiak, vagy a térségbéliek is felfedezték meg? Meggyőződésem, hogy térségi. Az Úszoda már az éves működése során is messze térségi szerepet tölt be, hogyha most a felfrissülés, mondom, akár télen is, hiszen tudjuk, hogy Szekszárdról, Bajáról jönnek ide emberek, ugyanez igaz a szabadtéri részre is. Természetesen szeretnénk, hogyha minél többen fedeznék föl, és még többen jönnének. És hogy mennyire keresett, azt akkor mértük le, amikor még nem tudtunk kinyitni. Jelentős műszaki átalakításaink voltak idén a nyár előn, és a tanszünet kezdetén nyitottunk, és már egy-két héttel előtte bombáztak minket. Mikor nyit már az Úszoda, azon le tudtam mérni, hogy van kereset az Úszoda iránt. Maga a szezon az Isten igazából a tanév zárókkal kezdődik? Alapvetően így szoktunk vele kalkulálni, hogy amikor lezárulok a tanév, akkor lehessen ide jönni, hiszen a gyerekek otthon vannak, akkor már lehet táborokat tartani, tehát többféle programba be lehet úgy integrálódni az, hogy az Úszodába jönnek az emberek, a gyerekek, a családok, és itt jól érezzék magukat. Mitől családi fürdő ez a Mohácsi? Én szerintem attól, hogy egy komplett család, mindenki megtalálja a maga kedve szerint való dolgot. Apuka tud akár sörözni a büfében, vagy a medencében, a nagy medencében úszni, ténylegesen teljesítményszerűen úszni, és a kis élménymedencék, a csúszda, pedig mind az szolgálják, hogy a gyerekek is biztonságban legyenek, és jól érezzék magukat egész nap során. Gazdaságos fenntartani egy ilyen fürdőt egy városnak? Messze nem gazdaságos fenntartani. Nagyon sokat dolgozunk, és dolgoztunk rajta az elmúlt időszakban, hogyha a legutolsó beszélgetésünk óta eltelt egy évet kell nézni, akkor az Úszodára nagyságrendileg 60 millió forintot költöttünk akkor, amikor az Úszodának a falait kicseréltük és a tetőszerkezetét egy jobb szigetelőképességű anyaggal. 50 millió forintért cseréltünk ki nyílázárokat az Úszodán, akkor már 100 millió forinton túl vagyunk, és újabb gépészeti beruházásokat készítünk elő. Ez mind abban az irányban hat, és azért tettük, és a napelemrendszer, ami létesítésre került 213 millió forintból, ez még nincs teljesen kész, tehát akkor már 340-50 millió forintnál tartunk. Tehát ez az összeg, amit az önkormányzat saját forrásából, vagy pályázati támogatásból az Úszoda korszerűsítésére azért költ, hogy az emberek jól érzik itt magukat, de az önkormányzat viszont ezt fel tudja tartani, hiszen nagyon jelentős költségeket emész fel az Úszoda. Az energia oldaláról nézzük, talán mindenki könnyen belátja, hogy nem lehet egy egyszerű létesítményt üzemeltetni. És van egyfajta turisztikai típusú kezdeményezés, együttműködés is, ilyen például a Szent János Hotellel, hiszen ha már az is Mohácsi Hotel, és a saját cégünkhöz tartozik, tehát a városgazdálkodáshoz, akkor például a hotelben megszálló vendégek automatikusan igénybe vehetik az Úszodát is, hát ezt is igyekszünk beépíteni a programkínálatba, tehát színesítjük a palettát, hogy aki el szeretne mondjuk menni reggelizni, ezen túl a hotelben tud reggelizni színvonalasan egy tetőteraszon, tehát a turisztika irányába ható projekteinket az igényszünk bővíteni, hogy kifelé is hason a külvilág felé, meg hogy egymás között az együttműködés szorosabb legyen. Persze egy jó strand eladja magát, de azért az emberek nézik, hogy gyógyvíz van bent, termálvíz van bent, mennyire lehet ez húzóerő? Ez mindenképpen húzóerő akkor, hogyha ezt jól meg tudjuk fogalmazni, és ezek az információk eljutnak a külvilágba, ezért is megtisztel, hogy a BOI TV például rendszeresen eljön, és hírt ad arról, hogy itt mi van a Mohácsi Úszodában, és ott az ő ti adás körzetetekben is erről hírt tudunk adni, és ugyanilyen feladatunk az, hogy ez a hír változatlanul Bajára is eljusson, a Duna túloldalára is, vagy Majsról is valaki felkerekedjen a családjával, és eljön ide. Ebben azért van feladatunk, tehát a marketingben van még hova fejlődnünk, de ugye jó bázisok vannak, és ugye ez kell egy jó Úszoda. Tehát akkor érdemes ezt reklámozni, ha van mit reklámoznunk, azt hiszem, hogy ha itt most körülnézünk ezen a strandon, akkor ez bőven az a kategória, amit van értelme a külvilágnak hírul adnunk, hogy jöjjenek ide Mohácsra, és itt vészeljék át ezeket a meleg napokat.
felelősségteljes dolog egy strandot üzemeltetni, hiszen emberéletekre kell vigyázni, biztonság kell, és hát jó szakemberek, akik az egész rendszert tudják működtetni. Ez így van. Tehát a Bence, az usztoda vezetőjében rendkívül felkészült, és egy olyan csapatot hozott létre maga körött, ahol gépészetileg teljesen felkészült emberek vannak, tehát egy újfajta üzemelési struktúra lett kialakítva az elmúlt néhány évben, egy-két évben, és ugyanedik az úszómesterekre, és nyilván amikor a strand nyitva van nyáron, akkor bőségesen meg van erősítve a létszámunk, hiszen minden medencénél medenceőr, diákok vannak, kiképzett szakszemélyzet, aki arra figyel, hogy tisztaság és rend legyen, és az emberélet biztonságban legyen ez a Mohácsi strandon. Az úszoda vezetőjével beszélgetünk arról, hogy itt vagyunk a szezonban, és hát pár perce nyitott még csak ki a strand, de már jönnek az emberek. Hát örülünk, hogy már 9 óra 50 perckor sorok állnak, és várják, hogy bejöhessenek a strandra, valamint a beltéri úszodába is az emberek. Rengeteg gyereket látok, általában a szülők kísérik őket, felnőttek, ez a jellemzőképp? Szülők, nagyszülők, illetve jó pár csoportunk is van, táborosok is, de gyakran látogatják a létesítményünket, folyamatos a gyerekzsiva itt a strandon szerencsére. Mindenki kalkulál otthon az árakkal, természetesen a strandnál is megnézzük, hogy napi jegy mennyibe kerül, fél napra van-e jegy, hétvégén hogy alakul a nyitvatartás, mi a helyzet ezen a fronton? Többfajta jeggyel várjuk a vendégeinket, vannak egésznapos jegyeink, vannak délutáni jegyeink, illetve a mohácsiaknak is mohácskártya kedvezményes jegyet tudjuk biztosítani a kedvezményesebb belépőt. Mikor jönnek Isten igazából, amikor ugye 30 fok van, akkor már megmozdul a nép? Hát a 30 fok az egy ilyen vízválasztó, tehát 30 fok fölött azt mondom, hogy jól néz ki a strand, elég sokan vannak és tele van, de azért alatta se panaszkodunk, szeretik a környékbeliek, a mohácsiak szeretnek ide jönni, biztonságban érzik magukat, illetve igyekszünk a szolgáltatásainkat is megfelelő színvonalon biztosítani a vendégeink számára. A nagy zsúfoltságot senki nem szereti, ellenben itt rengeteg medence van és óriási terület, tehát aki napozni szeretne, az is bőven elfér. Van területünk, igen, zöld felületünk, hogy tudjanak napozni is a vendégeink, illetve több medencével is várjuk a kicsiket, nagyokat, idősebbeket, fiatalabbakat is egyaránt. Milyen egyéb szolgáltatások vannak itt a strand területén, hiszen valaki fél napot rászán arra, hogy elmenjen egy strandra, azért enni, inni szeretne. Enni, inni biztos, hogy tud, kiváló büfével várjuk a vendégeinket, csúszdáink a gyerekek számára rendelkezésre állnak, kisebb medenceink, nagyobb medenceink, esetleg akik nem tudnak úszni, ők is megtalálják a számításaikat a kisebb méretű medenceinkben. Biztos vagyok benne, hogy ti is járva kérbe az országba, ha bementek egy városba és ott van strand, akkor meglesitek, hogy ők hogy csinálják. Jó így összevetni, hogy hogy áll most a Mohácsi strand, és mihez képest áll jól? Igen, szeretünk egyébként körbenézni a környéken is, illetve távolabbra is. Jó együttműködésünk van a siklósiakkal is, ott is voltunk akár tanulmányi kiránduláson, hogyha lehet így nevezni, és várjuk őket ezúton is sok szeretettel vissza, hogy ezt még tudjunk cserélni, és akár ők is, illetve mi is tudjunk jobbá válni, és kiszolgálni itt a környékbelieket, mert a dél-duántúli régió rászorul arra, hogy még inkább turisztikailag látogatottak legyenek, mert senkinek nem fáj, hogyha egy napot Siklóson tölt el az ember, egy napot akár Mohácson tölt el. Az a lényeg, hogy ebbe a régióba jöjjön be, nagyon jó turisztikai értékei vannak ennek a régiónak, de sajnos az országban talán az egyik legkevésbé látogatott, akár a külföldiek, akár a belföldiek számára. Nyilván villányba, Pécsre ellátogatnak, de azért van pár város, van pár település, ahova még elférne turista, és sok szeretettel várjuk akár itt Mohácson is őket, és a jelen esetben a mi fürdőnkben is nagyon sok szeretettel várnak. Persze lehet kiváló minősítést adni ennek a strandnak, meg is érdemli, ugyanakkor a vezetője az tudja, hogy hol lehetne még egy kicsit még előrébb lépni, még inkább innovatívnak lenni. Vannak ilyen pontok? Köszönjük szépen először is. Másrészt ügyvezető úr ugye előbb elmondta, hogy jó pár fejlesztés végbe ment az elmúlt években, és az elmúlt években a fő hangsúlya az, hogy az energia ellen valahogy harcoljunk, úgymond rezsiharcot felvettük az elmúlt időszakban. Egyben tudtunk innovatívan föllépni, hogy napelempark létesült, reméljük, hogy minél előbb már rá is lesz kapcsolva a hálózatra, és akkor ez nekünk nagyon sokat fog jelenteni, de szeretnék a szolgáltatásainkat is nyilván bővíteni, illetve előrelépni annak érdekében, hogy a vendégeink számára még inkább komfortos legyen, és még több vendéget tudjunk itt vendégül látni. Van-e arra idő mondjuk egy úszoda vezetőnek, hogy a becsobbanj te magad is a vízbe? Hát azért igyekszem, nem csak azért ellenőrizzem, hanem mert jó szolgáltatás van itt, úgyhogy azért heti szinten bőven látogatom itt a medencéket, a létesítményt, mert ez jó hely.
Nagyon szimpatikusak az akciók, amelyek általában várnak minket egy-egy fürdőnél. Nálatok vannak-e ilyen speciális akciók? Szeretünk igen akciókat kialakítani, és ezúton is szeretném a Boly TV nézőit egy olyan kedvezménnyel vendégül látni. Hogyha bemondják, hogy Boly TV a legjobb tévé, akkor mohácskártya kedvezményt tudunk biztosítani július 31-i vendégek számára. Az erzsébeti polgármester, Horváth János, régi rutinos politikusnak számít a pécsváradi járásban. A falut meg lehet süvegelni, szép rendezett, látszik, hogy van gazdája. Rendezett faluképpel találkozhatunk Erzsébetre érkezve. Látszik, hogy van gazdája a falunak, tudatosan újulnak meg a középületek, az emberek pedig igényesek saját portájukra és a közterületekre. A polgármestert, Horváth Jánost július 9-én újabb 5 évre megerősítették székében. Az egykori mentős nyugdíjasként minden idejét és energiáját Erzsébet szépítésére és továbbfejlesztésére koncentrálja. Meg is van ennek a látszata és eredménye. A csapatom az jó, eddig is jól működött. Én abban bízom, hogy képviselőtestületi tagnak, jelöltnek, vagy pontosabban indulónak is, a német nemzetiségben is, akik indultak, azok azért, hogy a településeket vigyék, és együttműködve velem, nem ellenem, hanem a falu érdekeit és céljait visszük tovább előre. Mondhatjuk, hogy Erzsébet így az elmúlt ciklusban és a beruházások is jól visszatükrözik, ezt valamilyen szinten lendületben van, egymás után jönnek a kisebb-nagyobb felújítások, beruházások? Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sok beruházás történt az elmúlt 18 év alatt, és az elmúlt években azt mondom, hogy főleg. Most bárhova megyek, azt látom, hogy igen, nagyon sok beruházás van, de ezek a beruházások ezek 5-6 év után újra felújításra szorulnak, tehát látszik, hogy megvan. Ezeknek a fenntartása, ami azt gondolom, hogy eléggé nagy költséget ró az önkormányzatra, ugye mert pályázatból föl tudjuk újítani, de ugye ezeket később működtetés fent kell tartani. Bízunk újabb pályázatok elnyerésébe, közös célok vannak, többször említettem már, hogy az idősek elhelyezésére szeretnénk egy picit nagyobb gondot fordítani, hogy nem tudom még, hogy milyen formában, de erre is szeretnénk a jövőbe nagyobb figyelmet szentelni. A konkrétumokról beszélünk, jó látni ezt a több épületet egymás mellett, beleértve a tájházat, a községházát, az óvodát, a mini bölcsödét és a kultúrházat. Ide nagyon sok millió forint érkezett az elmúlt években. Nagyon-nagyon sok. Én a választási kampányban azt mondtam, hogy nem fogok kampányolni, de volt egy erzsébeti személy, aki azt mondta, hogy hát nem árt, hogyha az embereket emlékeztetjük dolgokra, mert az emberek feledékenyek, és ez így igaz, és akkor leültem, és 2-3 A4-es lapra tudtuk csak leírni azt, hogy mennyi fejlesztés történt itt az elmúlt időszakban, és még 2-3 A4-esre szükség lesz, hogy ezeket folyamatosan tudjuk majd ezeket megvalósítani és folytatni. Az ember mindig körbenéz egy településen, és hát polgármesterként érzékeli, hogyha valami szolgáltatásra szükség van. Ilyen volt egykorom a kisboltnak a létrehozása, ami a mai napig fenn van tartva. A kisbolt az egyik legfontosabb dolog, én azt gondolom, a falunk és a mi történetünkben. Az egy közösségi tér is, főleg a nyári időben, télen azért nem ülnek ki az emberek ott a kis kiülőbe, de nyáron reggelente oda mennek kávézni, látom a fiatalokat üdítőzni, fagylaltozni, idősek megállnak. Ez egy falu központ, tehát én azt gondolom, és nagyon is jól helyezkedik el, tehát ugye hivatal, óvoda, bölcsöde, kisbolt, ez egy igazán, kirakhatjuk, hogy centrum, tábla, tehát ez a falu centruma. És ha már óvoda és bölcsöde, mi újság az utánpótlással, fel vannak-e töltve a csoportok? Igen, folyamatos feltöltődés van, nem csak, ahogy már többször beszéltünk róla, nem csak Erzsébet, hanem Szellő, Kékes, Kátoly, és ugye az erzsébeti településről vannak a gyerekek, óvodába és bölcsödébe, és szinte folyamatosan teltházzal működünk. Amit lehet, ütemezve kell felújítani, hiszen nem mindig adnak sok pénzt egyszerre, így vannak a kultúrházzal is. A művődési ház is több pályázat elnyerése után van abban az állapotban, ahol most láthatjuk, most már rendezvényeket is tudunk be, tehát nagyon nagy hiányosság volt, hogy éveken keresztül nem tudtunk rendezvényt tartani, 2-3 év, mert vagy külső tetőszigetelés, vagy falszigetelés, vagy nyilányzárók, volt fűtéskorszerűsítés, tehát az első év most már májustól már működőképes, és használjuk a művődési házat.
Hogyha azt nézzük, hogy egy település életében mire van szükség, akkor mindig a büdzséhez kell azért nyúlni, hogy milyen mozgástere van egy önkormányzatnak. Az elmúlt időszakban számos szűkítés volt, az önkormányzatok mozgástere egy kicsit be lett szűkítve, elvonások történtek kormányzati részről, és most is lehet hallani, hogy akár az iparűzési adóhoz is hozzányúlhat a kormány. Valóban szűkebb a pálya? Igen, szűkebb a pálya, de azért az ember, mint otthon, a családban és a tartalékol is, hogyha odafigyelve, és nem, hát azt a szót mondom, hogy nem pazékolva, nem pocsékolva költekezik, akkor azért még életképesen lehet tartani a települést. Ami nagyon-nagyon sok pénzt elvisz, és a falu úgymond rendbetétele. Én azt várnám azért egy picit a falu lakóktól, hogy a saját épületük előtt járdájukat, zöld területeket egy picit nagyobb odafigyeléssel. Mint nagyon sok településen látom, hogy mindenki a saját kis háza portája előtt egy igazán folyamatos odafigyeléssel rendbe tartja. Erzsébeten az emberek megszokták egy picit, hogy itt bizonyít minden az önkormányzat végez, önkormányzati feladat, mert ha csak azokra a területekre kellene összpontosítanunk, ami az önkormányzat területe, úgymond gondolom temető, paplak, templom környéke, művelődési ház, önkormányzat, óvoda, udvarok, ezek, akkor azért lényegesen kisebb feladat hárulna ránk, és ami nagyon fontos, hogy nagyon kevés most már az az ember, aki hadrafogható. Ahogy már többször mondtam, arra se lehet találni egy embert, hogy egy pohár bort leüljünk és megígyünk vele, mert elfogytak, tehát igaziból közmunkás nincs. Egy-két ember, ők is lehetnek betegek is, táppénzen is, más szabadságon is. Tehát az, hogy ez menjen, működjön és azt a színvonalat tudjuk tartani, az bizony nagyon oda kell figyelni. És már így a szolgáltatásokat megemlítettük, a közös hivatal fenntartása, működése is egy szolgáltatás, hiszen az emberek az ügyes, bajos dolgaikat mindig is a hivatalba intézték. Igen, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy az egyik legnagyobb dolog, hogy Erzsébet a székhelytelepülés, és azt gondolom, hogy ennek a székhelytelepülésnek nagyon-nagyon jól összefogja a munkáját dr. Matasz Tímea jegyzőasszonyunk és Földvári Edit a jegyzői referens, tehát én nekik külön köszönöm ezt a tényleg igazán nagyon szakmai és mindenre kiterjedő odafigyelő munkájukat. Általában közelítünk egy településhez, akkor a templom tornyát már messziről lehet látni. Hát furcsa helyzet van Erzsébeten, de polgármester úr beavat minket a részletekbe. Igen, az erzsébeti templomnak a legendák szerint két okból kifolyólag nincs tornya. Az egyik az, hogy a régi előjáróság elitta a rávaló pénzt, a pénz megvolt rá, de elitták. A másik meg az, hogy túróbó volt, és a hollók széthordták. Hát ezek legendák, ezeket a történeteket még nagyapámtól tudom. Olyan hitélet, mint valamikor a településen vagy településeken volt, olyan már sajnos nincs. Én azt gondolom, köszönhető ez annak is, hogy kevésbé van fiatal vagy olyan pap, aki ezt az egész nagy környezetet el tudná vinni. És talán az emberek is egy picit máshol találják meg azokat a dolgokat, amit maga a hit ad. Bár én a hitet nagyon fontosnak tartom, mert a hit nélkül, én a hitet úgy érzem, mint egy mankó, amire lehet támaszkodni, tehát egy fohász. A mentőknél dolgoztam, és ott azért több ateista emberrel is beszélgettünk, és bizony, amikor a hitről és a betegségekről úgymond pánikima van, amikor betegek az emberek, akkor talán jobban mennek templomba, akkor talán jobban odafigyelnek a hitéletre. De egyelőre van, működik a kis közösségünk, én bízom benne, hogy ez így marad hosszú éveken keresztül. További szép sikereket és eredményes faluszépítést az erzsébetieknek, polgármesterük pedig tartsa tovább a jó irányt. Aranyeső Siófokról nyugdíjas kimitudat rendeztek ebben az évben is, és az országos megmérettetésről aranyesővel tért haza a Szederkényi Nyugdíjas Egyesület, amelynek elnökét köszöntöm elsőként nagy tisztelettel, Tukacs Andrást, aki 15. éve irányítja ezt a kis társaságot. Hát ez egy nagy idő, ugye? Gratulálunk hozzá! Hát köszönöm szépen, igen, elég hosszú idő. Hát 15 év az az ember életében egy nagyon meghatározó idő. Még hozzá szeretném tenni, hogy mikor fiatal voltam, akkor körülbelül ugyanennyi időt töltöttem, úgyhogy a Szederkényben, mint kultúrotthonban annak idején volt klub, ifjúsági klub, klubvezető voltam és kisztitkár voltam. Az is körülbelül 15 évet tett ki, úgyhogy azt hiszem, hogy 30 éves munkával, társadalmi munkával. Erre mondják, bármilyen rendszer jött, te megálltad a helyedet. Én úgy érzem, hogy Szederkényre annyit tettem, hogy elég sok embernek kéne
és dolgozni ahhoz, hogy utolérjen a... Egyébként mindig kell egy közösségbe egy motor, vagy ha több van, az még jobb, amely gyakorlatilag viszi előre, lendületet ad, és amíg ez a motor jól működik, addig megy is tovább ez a verkli. Bírtad szusszan energiával mind végig, vagy volt azért olyan időszak, amikor azt mondtad, hogy hát nem biztos, hogy ezt nekem kéne csinálni? Hát volt olyan időszak, amikor azt mondtam, hogy ez már sok, mert minél több programot csináltunk, annál nagyobb volt az igény. A másik, hogy az igaz, hogy kell egy motor, de nekem az volt a fő célom, akármikor fiatalabb voltam is, meg most nyugdíjasként is, hogy egy olyan csapatot próbáljak összeverbúválni, akik segítik az én munkámat. És én annak köszönhetem, hogy ilyen eredményes a munka a községben, ilyen eredményes az egyesület munkája, hogy nagyon sok ember van körülöttem, akik igen sokat, igen nagyban kiveszik a részüket ezekből a munkákból, szinte minden munkára. Van az a 20-30 ember, akik rendszeresen ott vannak és rendszeresen segítenek. Amellett még nagyobb létszám is van, bármikor lehet ez bővíteni, akár 30-ra, 40-re, vagy akár 50-re is, akik segítik ezt a munkát, amit csinálunk itt a községben. Én valamilyen szinten büszke vagyok arra, hogy mi vagyunk valamilyen szinten valóban a ti krónikásaitok, mert hogy a rendezvények javán azért ott vagyunk és tudósítunk ezekről az eseményekről. Hál' Istennek van miről. Tehát itt, amikor te beszámolsz általában évvégén az önkormányzat előtt a teendőkről, amit elvégeztetek, akkor egy nagyon hosszú lista kerül felsorolásra, hogy mindenki már mosolyog előre, hogy na, akkor Bandi bácsi egy órán át mondja magáért. Hát én nagyon örülök neki, mert programokat, ha van program, akkor van érdeklődés is. Nem mindenki jön el minden programra. Most jelen pillanatban 174 az egyesületnek a taglétszám. Ebben vannak vidékiek is természetesen, Szederkény adja a javát, de akik Szederkényből elszármaztak, akár Pécsre, Kozár Miselynbe, Mohácsra, vagy mit tudom én, a megye bármelyik területére, ahonnan oda járnak Szederkénybe a rendezvényekre, és szívesen jönnek, és alig várták, hogy lehessenek az egyesület tagjai, mert jól érzik magukat az egyesületben, jól érzik magukat, mert van választék. Azért havonta átlagban 6-7 rendezvényünk van, ami komolyabb rendezvény. Emellett a nyugdíjas klubnak is van, meg vannak a rendezvényei. Na most a nyugdíjas klubot a SZOCEG működteti, de végül is az is úgy működik, és jól működik, hogy a nagy része a klubtagoknak az egyesületnek is a tagja. Tehát közösen csináljuk ezeket a rendezvényeket, nincs elkülönítve, hogy most ez SZOCEG-es, vagy egyesületi tag, vagy klubtag. Tehát közösen csináljuk minden olyan rendezvényt, amit úgy érzem, hogy kielégíti a szederkény nyugdíjasokat. Igen, és az idős emberek saját korosztályában szeretnek együtt lenni, hiszen van miről beszélni, vannak közös történetek. Kivált kép, hogyha olyan csoportokat is működtet egy egyesület, amely a színjátszásról, a táncról, az éneklésről, vagy a versmondásról szól, akkor pedig sikerek is jönnek, ami még inkább doppingolja ezt a történetet tovább. Hát igen, az is egy nagyon fontos dolog, hogy ezt amikor én átvettem az egyesületet, ez külön működött. Akkor is volt dalkör, akkor is volt színjátszókör, akkor is voltak ilyen különböző megmozdulások, de én ezt megpróbáltam egy kalapba tenni, és megkérdeztem az akkori vezetőket, hogy mi a véleményük arról, hogy menjen ez egyesületi szinten, és akkor még annyiban is tudjuk ezt segíteni, meg tudjuk könnyebben koordinálható, és pályázni is lehet, pályázati pénzekkel tudjuk segíteni, és így egy csapatba összegyűlve csináltuk a szederkényi kulturális programokat. Na most ez azért is jó, mert azért ezek hetente általában jönnek próbálni. Ennek nagyon sok hasznos dolog van ebben, hogy 30-40 ember összejön minden héten.
Adja az, hogy már úgy megy el ugye a nénike is, meg a bácsi is, hogy azért nem úgy megy el, hogy most otthon egy gatyába ülök, akkor ez jó. Azért csak elmegy a fodra, föl kell öltözni, oda kell érni, rendbe kell szedni magam. Ritmusa van, élet, tehát az életritmusát, az embereknek az életritmusát is megváltoztatja, és nem ül otthon a szobába, el tud beszélgetni. Nagyon fontos a kommunikáció, és így a csoportos kommunikáció, ez egy nagyon lényeges dolog, hogy nagyon sok ember depressziós lesz, meg mit tudom én. De azok az emberek, akiknek rendszeresen van programjuk, rendszeresen van lehetőségük arra, hogy ezekre a programokra elmenjenek, azok sokkal vidámabbak, életvidámabbak. Tehát ez magában a nyugdíjasoknak az életét sokkal szebbé teszi. Én úgy látom, hogy egy közéleti centrum is a Nyugdíjas Egyesület különböző rendezvényeivel, hiszen a település vezetői is megjelennek ezen, tehát mindjárt ki vannak tárgyalva, úgymond a község dolgai is, a vezetők kapnak közvetlen információkat, hogy azért mi a nagy közösségnek az elvárása bizonyos dolgokban. Igen, a másik az, hogy én rendszeresen föl szoktam keresni a polgármester, éppen regnáló polgármestert is, mert ugye most van előtt a Hergerőde polgármester úrhoz is, minden hónapban azért elmentem, most folytattam ezt a Balázsnál is, hogy minden hónapban felkerestem, és elmondtam, hogy körülbelül ebben a hónapban milyen programok lesznek a Nyugdíjas Egyesületnek, és miért, mit szeretnék, milyen támogatást szeretnék, hogy szeretnék megoldani. És hát Nyitottak. Akár anyagilag, akár erkölcsileg támogatják az Egyesületünknek a munkáját. Úgy szokták mondani, aki vet az arat is, itt a Kimitodra visszakanyarodva, gyakorlatilag mi ott járhattunk a középdöntőbe, Pécsen láttuk, már ott is nagyon szépen szerepeltetek, és hát tudván azt, hogy mennyien jutottak be az országos döntőbe, már valamilyen szinten determinálva volt itt az aranyeső is. Ugye? Hát az a helyzet, hogy 12 éve azt hiszem, ha jól emlékszem, 12 éve járunk rendszeresen a Kimitodokra. Hát nagyon sok aranyat hoztunk, hát az idejében is ugye az 5 aranyból 4 kiemelt aranyat kaptunk, és egy arany minősítést. Én azt hiszem, hogy ez magáért beszél. Ez azt jelenti, hogy komolyan veszik, akik oda járnak ezekre a vetélkedőkre is, hogy meg a programokra, akik eljárnak próbákra, hogy ezeket komolyan veszik, és hát meg azért nagyon fontos, hogy kik irányítják ezeket. Ott van a Walter tanár úr, aki már hosszú évek óta csinálja ezt a programot a nyugdíjasoknál is, és meg a táncosoknál is, meg az énekeseknél is, aki van vezető, az Orbán tanár úr, meg a Szücsné, a Réger Csilla is nagyon komolyan veszi, és azt hiszem, hogy ezt csak komolyan lehet csinálni, mert ha komolyan csinálják, akkor megvannak az eredmények. Hány aranyban voltál benne eddig így a Kimitodok történetében? Hát én nem is tudom összeszámolni, de szerintem a 12-ből 11 arany volt, abban kiemelt arany vagy arany, abban 11-ben benne voltam. Talán a Vladár Sándornak sincs ennyi aranya az olimpián. Már pedig úgy tartják, hogy bizonyos időszak után, meg hát annyi siker után az ember azért előbb-utóbb leteszi a lantot. Te is így tervezel, 15 év után szeretnéd átadni majd az Egyesület vezetését. Ez régebb óta érlelődött benned? Hát ezt tavaly döntöttem el. Végül is úgy döntöttem, hogy én most már benne vagyok a korba, azért bármi előfordulhat, tehát egészségem még úgy érzem, hogy aránylag jó, szellemileg még azért friss vagyok, de 5 év az 5 év. És ugye én 74. évemet, most a 75-ben lépek az idejébe. Hát fiatal ember vagy. Fiatal, persze, mondod te. Fiatal ember vagyok, de hát azért én nem akarom úgy járni, hogy mind a Baden úr, hogy kényszerítsenek szinte rá, hogy idős vagyok már. Én belátom, hogy ebbe a korban már kell frissítés, kell fiatalitás, és én felkerestem januárban a polgármester urat, és elmondtam neki, hogy én szeretnék
kiszállni most, mint vezető. Marad vezetésben, benn maradok egy darabig, amíg belejönnek az új elnök, belejön a munkálatokba. Most már nyugodtan szeretné végigülni egy rendezvényt, ugye? Igen. Egyik dolog ez, hogy én is szeretnék már úgy, hogy nyugodtan vacsorázzat, nyugodtan, nem mindig ott kell szaladgálnom, hogy na most itt milyen probléma van, ott milyen probléma. Meg mindent megoldottunk, mert nem, de hát mindig van egy rendezvénye, mindig van olyan dolog, ahol ott kell lenni a vezetőnek, vagy a megbízottaknak, hogy minden flottul menjen. És ezt szerettem volna. Most beszéltem a hölgyel, a Gutágotával, az az elődömnek a lánya, és mondtam neki, hogy Ágika, te sokszor szerveztél ilyen különböző programokat, a szederkényeknek kirándulásokat, mit tudom én, és hogy mi a véleménye, hát nagy nehezen, de most úgy néz ki, hogy ő el fogja vállalni ezt a beosztást. Én szeretnék neki nagyon sokat segíteni még, de ő legyen az, aki tovább viszi ezt a szederkényi csapatot. Bandi bácsi, le a kalappal az eddigi teljesítményed előtt, jó egészséget kívánunk, és hát azért ne szakadj el a közösségtől, élj tovább ezt a közösség életet, ahogy én látom, hogy nagyon sok embernek szederkénybe ez ad erőt és energiát. Én például nem, tehát teljesen nem fogok kiszállni, mint mondtam, segíteni szeretném még a vezetőségbe, ebbe a ciklusba bennmaradok, hogy segítsem a vezetésnek a munkáját, meg hát nem is, ő még fiatal nagymama most, a Zági, és kis fiatal unokái vannak, ő neki ott is nagyon sok teendői vannak, lesznek, és amikor ő nem ér rá, akkor nyilvánvaló, hogy továbbra is én fogom ezeket az ügyeket, a programokat vezényelni. Meg a másik az, hogy nem szeretnék én kiszállni, mert a színjátszóban is benne vagyok. Bandi bácsi, köszönjük, hogy itt voltál, jó egészséget! Köszönöm szépen! Kedves nézőink, mint ahogy arról már szót is ejtettünk, Noll Walter tanárúrral fogunk beszélgetni a folytatásban, aki az aranycsapat kovácsa, lehet ezt mondani, hiszen nagyon sok szép aranyba már benne van az elmúlt évek tükrében. Üdvözöllek, szervusz tanárúr! Szervusz! Köszöntök mindenkit! Nézzük végig, hogy most a Kimittidon Siófokon ki milyen kategóriában nyert. Hosszú a sor, de azért megérdemlik, hogy végignézzük a társaságot. Igen. Hát öt kategóriában indultunk. A színjátszó csoport maga a társulat kiemelt aranyat szerzett. Aztán van nekünk egy színjátszó párosunk, Pannival közösen szoktunk egy jelenetet bemutatni. Mi is kiemelt aranyat kaptunk, ezen kívül a táncosok, a Nyugi Buli tánccsoport szintén kiemelt aranyat kapott, és a szederkényi nyugdíjas dalkör pedig arany minősítésben részesült. Hát gratulálok, ez tényleg csodálatos. Köszönjük szépen. Nagy volt az ünneplés, megünnepeltétek? Hát természetesen megünnepeltünk, hazafelé bementünk egy kis étterembe, és ott egy kicsit elszórakoztunk. Mert megérdemlitek, nagyon nagy munka van, ugye, egy ilyen felkészülés? Óriási munka van, nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, hetente jövünk össze, próbálunk, csiszoljuk, ameddig csak tudjuk, és aztán így indulunk el a vetélkedőre. Én már nem is tudom, hogy hány éve járok át hozzátok szederkénybe, akár próbákra, akár bemutatókra, de most el fogod nekünk árulni, hogy hamarosan jön egy jubileum, úgyhogy nagyon nagy számra tudunk beszámolni. Így van. November 23-án fogjuk megünnepelni a megalakulásunknak a 20. évfordulóját. Két évtized. Fantasztikus. Így van. Akkor megpróbáljuk összeverbúválni mindazokat, akik valaha is a színjátszó csoportnak a tagjai voltak, kiöregedtek, vagy más problémák miatt abba hagyták. Sőt, az akkor, amikor kezdtük az egészet, akkor még elég sok gyerekszereplőink is voltak. Általában a karácsonyi műsorainkban gyerekeket is beszoktuk vonni. Ezek már mind felnőttek. És ezeket mind szeretnénk most meghívni erre az előadásunkra, ahol természetesen nem csak mi, hanem mindannyian, akik a vetélkedőn részt vettünk, szintén valamilyen kis műsorral fel fogunk lépni.
Magát a listát már úgy láttad magad előtt, mert először is írtad, hogy körülbelül hány emberről van szó? Hát ez körülbelül 30 olyan emberről van szó, akik most már nincsenek bent a társulatban, de valamikor szerepeltek nálam. Ebben a 20 évben hány darabot mutattatok be körülbelül? 50 valamennyit, nem tudom most megmondani pontosan, ezt hogyha nem készültem ezzel, hogy ez de a kérdés. De nagyságrendileg ennyi. Ja, úgy 50 valamennyi darabot adtunk már elő, és 280 valahány előadásunk volt. Vastapssal a végén természetesen. Vastapssal természetesen. Ha azt nézzük, hogy miért jó ezt csinálni, mit ad ez egyrészt az amatőr színészeknek, neked, mint rendezőnek és amatőr színésznek, gyakorlatilag hogy lehetne ezt összefoglalni? Hát én nem tudom, ez egy olyan dolog, hogy ezt csak szívvel lehet csinálni. Élvezzük azt, amikor együtt vagyunk, jókedvűek vagyunk a próbákon, jókat nevetünk egy-egy bakin, és amikor aztán elmegyünk egy előadásra, teljesen mindegy, hogy ez most vetélkedő, vagy egy másik faluban tartunk előadást, és látjuk az embereken azt, hogy mennyire tetszik nekik az, amit mi csinálunk, ez nagyon jó érzéssel tölt el bennünket, és ez doppingol tulajdonképpen ebben a dologban. 99%-ában vidám darabokat adtok elő. Eleve adja magát, hogy a próbákon is jókat nevettek. Nektek ez szerintem plusz 10 évet legalább hozzátett az életetekhez, hogy ebbe a csapatba vagytok. Hát remélem, én is úgy érzem, hogy az ember nem öregszik meg úgy, vannak, akik ugye otthon ülnek egész idő alatt, nem tesztek semmit, és szépen, lassan leketyeg az életük. Leketyeg, így van. Mi pedig megpróbálunk aktívak maradni továbbra is. Akár szellemileg, akár fizikailag igyekszünk. Mindenkinek van valami baja, természetesen mindenkinek, de ilyenkor elfelejtjük. Elfelejtjük azt, hogy neked ez a problémád, neked az az egészségügyi problémád, nem foglalkozunk vele. Csináljuk lelkesen és eredményesen. És hogy szokták mondani, jó adni, ugye? Tehát ez egy színjátszott csoport, ez mindig ajándékot ad a nézőknek, bármennyi fellépése is van. Így van, ez nagyon fontos, hogy mi mindig szeretnénk valamit adni a közönségnek. Teljesen mindegy, hogy ez most Szederkényi, vagy nem tudom én, Szajki, vagy nem tudom, most legújabban, most valószínűleg, hogy szeptember vége felé megyünk Kékesden, már régen voltunk Kékesden, és ezek annyira fontos dolgok, hogy várnak bennünket, hívnak bennünket, hogy jöjjünk, lesznek az idősek, hónapja lesz, akkor nem győzzük az előadásokat, annyi sok helyre szoktak bennünket meghívni. És hát az embernek az életébe plusz ajándékot is tud adni egy ilyen közösség, te a párodra is leltél gyakorlatilag ebbe a csapatban. Hát így van, ez igaz. Örülök neki, hogy most együtt vagyunk, és tényleg nagyon sokat tudunk így külön is segíteni egymásnak a munkánkban, ebben a munkában tudunk segíteni egymásnak, és természetesen nagyon sokat tudunk beszélgetni arról, hogy mit, hogyan kellene megszervezni, nagyon nagy segítség számomra. Én emlékszem, amikor Herger Öder János téged is és Tukacs Bandit is kitüntetett annak idején a település címével, te díszpolgár lettél, ha jól emlékszem. Nagy dolog ez, hogy ezen a településen, ahol ennyi mindent tesztek, vesztek, van visszacsatolás ilyen szinten is? Természetesen örül az ember neki. Nagyon örül neki, mert látja az ember, hogy mégis valahol azért figyelemmel kísérik az embernek a tevékenységét. Mert ugye én nem csak a színjátszó csoporttal tevékenykedtem, hanem a sportéletben, a nyugdíjas egyesület vezetésében nagyon sokat tevékenykedek. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon sok mindent teszek. Ha így visszaemlékszel erre a rengeteg fellépésre, volt-e olyan előadás, persze mindegyik sikeres volt, ami annyira ott volt a toppon, hogy te is meghatódtál tőle, hogy ilyen tökéletesen sikerült? Persze, hogy volt. Én mindig a legelső Kimit Tudós fellépésünkre emlékszem nagyon-nagyon szívesen.
amikor még fogalmunk se volt az, hogy hogyan működik ez az egész, ki mit tud, és amikor kihirdették számunkra a kiemelt arany minősítést, hát ott zokogtunk egymás karjaiban, ott zokogtunk, rengeteg fényképünk, felvételünk van róla, ahogy ott összebújtunk, szenzációs érzés volt. Volt-e, milyen lesz a következő 10-15 év? Nem tudom. Annyi biztos, hogy most ez alatt az idő alatt, amíg a társulatnak szabadságot adtam, 2 hetet kaptak a nagy meleg miatt, ez alatt az idő alatt én teljes gőzzel dolgoztam, úgyhogy előkészítettem már a következő évi, ki mit tudnak a színdarabját, mind a kettőnkét, tehát a társulatét is, meg a vinopárét is. Még nem tudom, hogy hogyan állok majd Paninak a versével, de előkészítettem egy karácsonyi műsort is most már, amit majd elkezdünk hamarosan próbálni. Írtam egy darabot, amelyet majd, amikor a jubileum lesz, azután következő darabot, mert a jubileumra is készülünk, egy 3 felvonásos darabbal készülünk, és aztán már megvan a következő darab is. Csak bírják szusszal a hát hölgyek, uram. Igyekszem, remélem, hogy még fog menni. Igaz, hogy én is úgy vagyok az egyesülettel, hogy az egyesületben a vezetőséget azt már nem akarom vállalni. Mire lejárna a mandátumom, addigra 85 éves leszek. És az nekem úgy érzem, hogy azért már sok. A színjátszót megpróbálom. A sportot már sajnos abba hagytam, mert tényleg nem megy minden, de ez, amelyben a legtöbb örömet szereztek nekem a társulat tagjai, meg maga az eredmények, ez doppingol, és ezt még azért csinálni fogom tovább. Ha volt, hát nagyon jó egészséget kívánunk, és ezt a lendületet, ha megtartod, akkor a csapat is repül veled együtt. Hát igyekezni fogunk, remélem, hogy a csapat mellettem marad, és csinálni fogjuk továbbra is. Kedves nézőink, Napjaink című közéleti magazinunkat látták, találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt.